Sziasztok! Kijöttem a fóliába, és gyönyörködöm ebben a paradicsomban. Fantasztikusan szépen fel van kötve. És a te e, kis kertedben is lehetnek olyan kúszó növekvő növények, mint egy futóbab vagy egy paradicsom, amihez karó kell, amit fel kell kötni, hogy megfelelően növekedjen és hogy megfelelő gyümölcsöt hozzon és teremjen az a növény. Így van ez szellemileg is. Az Efézusi Levél negyedik részében Pál Apostol azt mondja, hogy azért adta Isten az apostolokat, a profétákat, a tanítókat, az evangélistákat és a pásztorokat, hogy felkészítse a Krisztus testét, a szenteket a szolgálat végzésére, hogy minnyáján eljussunk arra az érett nagykorúságra, a felnőtt korra, ahol megismerjük Krisztust és az ő teljességét. És a 14-es és 15-ös verset Szeretném úgy olvasni, hogy azok a görög kifejezések, amik az eredeti Bibliában vannak, azt nem egy szóval szeretném visszaadni, hanem annak a, azoknak a szavaknak a jelentésével. Figyeljétek figyeljetek csak! 14, Efézus 4, 14. hogy többé ne legyünk kiskorúak, vagyis gyerekesek, oktalanok, naívak, éretlenek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak, sodródva az emberek csalásától, ami átverés, ami becsapás és ravasság, tévútra, vagyis a bolyongásba, az eltévejedésbe, a tévejgésbe, csábító, vagyis megtévesztő, becsapó, félrevezető, fondorlat, mesterkedés, annak a ravasságától, vagyis álnokságától hanem az igazsághoz. És mit mond itt az ige? Azt, hogy ez a valóságnak megfelelő beszéd. Mi az igazság? Az Isten beszéde. Mert ez az ég és az a föld elmúlik, de az Isten beszéde nem. Mi az igazság? Ki az igazság? Jézus Krisztus. Mert azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. És azt mondja ez az ige vers. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk, vagyis növekszik, erősödik, gyarapszik. Az agapé szeretetben mindenestől ő hozzá, aki fej, vagyis a Krisztus úgy, ahogy ezek a futó növények nem tudnak igazán kiteljesedni, így van a te életeddel is, az én életemmel is, hogyha nem az Isten helyéhez, ragaszkodom, és nem Jézus Krisztushoz, nem fogok növekedni, nem lesz olyan az életem, amilyennek szeretné látni Isten. Legyetek áldottak, és ragaszkodjunk Jézushoz, és ragaszkodjunk az Isten beszédéhez, és ne engedjünk, mindenféle csalásnak, csábításnak, ravasságnak, mindenfajta megtévesztésnek. Isten igéje legyen áldott az életünkben. Jézus hatalmas nevében. Amen.